Az interjúra is futva érkeztek az Ultra Balaton futóverseny sátor Aljamújhelyi sportolói. Az empléni sikerülők heten vágtak neki a 220 kilométeres távnak, az újhelyi csapat 20 óra alatt kerülte meg a Balatont. A várakozásokhoz képest sokkal jobb idővel végeztünk a versenyen, mint ahogy gondoltuk, mindenki nagyon ügyesen futott. Sajnos az egyik futónk az első szakasza után lesérült, úgyhogy az ő távjait szét kellett újraosztani, és átvettük mi. De ennek mindenki nagyon örül ilyenkor, és szinte marakodunk a felszabadult távokért, úgyhogy volt egy kis vita is ezen. Úgyhogy szinte mindenki többet teljesített, mint amit eddig. Két fiú maratonista, ők ugyanazt a távot vállalták be, de mi mindannyian többet futottunk, mint amit valaha. Mi kezdtük a rajtot egy órakor, és akkor kezdte az egyik futónk 10 kilométerre, 15 kilométerre, így váltottuk heten egymást, és másnap, vasárnap délelőtt 3:40-re értünk be a rajtba a 11 óra helyett, úgyhogy 1 óra 15 perccel megdöntöttük a saját távunkat. Ez azt jelenti, hogy éjszaka is futottatok? Igen, éjszaka is kellett futni. Az egész rendezvény az úgy volt, a szintidő 32 órára volt beállítva, és ez idő alatt kellett mindenkinek teljesíteni a távot. Folyamatosan indították az embereket, nagyon sok résztvevő volt, 800 csapat indult rajta, és reggel 6-tól már indították a csapatokat, egyéni futókat is ők is részt vettek, és mi egy órakor indultunk így. Akkor esett ránk a választás, tehát azt nem tudtuk meghatározni, mikor indulunk. A futók között voltak, akik maratoni távokat is teljesítenek, mások 10-15 kilométert futnak egyszerre. Több mint 800 futó regisztrált erre a versenyre, így folyamatosan indították a sportolókat. Az újhelyi csapat először vett részt a nagyszabású sporteseményen, és mindannyian nagyon jól érezték magukat. Az életemnek az egyik fénypontja, szerintem. Remélem, hogy jövőre is ott leszünk, ha Kriszta úgy gondolja, és akkor úgy beszéltük, hogy talán kevesebben megyünk, és akkor még keményebb lesz a futás, még nagyobb kihívás lesz. Nagyon jó volt. Most is még gyakorlatilag ezekből az élményekből táplálkoztak, vagy egy futó úgy van vele, hogy oké, megvan ez a táv, és akkor folytatjuk tovább? Így van, oké, megvan ez a táv, és folytatjuk tovább, és még többet, még keményebben, mert én legalábbis úgy éreztem, hogy én még többet is ki tudtam volna magamból hozni, szóval tudtam volna még többet is futni. Úgyhogy jövőre még többet futunk egyénileg is. Jutka tipikus az a típus, aki nem fárad el, tehát őtől azt hallani, hogy elfáradtam, azt vártuk már reggelig. Ő futva érkezett az interjúra, tehát valóban jól mondja, hogy neki kevés volt. Volt köztünk olyan, aki nem fut olyan rendszeresen, ő 20 kilométert vállalt, a többiek azért rendszeresen futunk, és kevésnek éreztük még így is ezt a távot, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jövőre egy ilyen 5 fős csapatra gondolunk, és akkor mindenki kifuthatja magát. Mit kell tudni a szervezésről? Mennyire volt nehéz mindezt összeszervezni, úgyhogy 7 ember időpontja is megfelelő legyen? Plusz azért vannak különböző dolgok, amelyeket oda kellett nektek szervezni. A 7 embert nem volt nehéz összeszervezni, mert mi jelentkeztünk egymás felé, hogy szeretnénk elmenni, tehát ez már tavaly ősszel eldöntődött, hogy mi megyünk, úgyhogy ebben nem volt gond. Támogatókat kerestünk, és szerencsére találtunk elég sokat, úgyhogy az egy kicsit lassan indult be, de a végére nagyon szépen kialakult, úgyhogy megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a támogatóinknak. Szállást kaptunk esztergomi Anitáéktól, a Anita Diszkontoségtól. A gépjárművet a polgármesteri hivataltól kaptunk, és egy energiacsomagot is vásároltak részünkre.
Ezen kívül rengeteg ételt és italt kaptunk a Múzeumkert vendéglőtől, a Spáten sörözőtől, a Norbi Update-boltól és a Forjú 2 Kft-től Sárospatakról. Úgyhogy egész idő alatt semmi más dolgunk nem volt, csak futni. Sokan úgy gondolják, a futás magányos sport. Mások éppen ezért választják ezt a mozgásformát. Azért vannak, akik ebben is keresik a közösségeket. Az újhelyi futók között vannak, akik vállalják a közösségszervezést. Krisztina és Krisztián BSI futó nagykövetek. Ők minden héten hívják a futnivágyókat közös kocogásra, sportolásra, és segítik a kezdőket. Egy közösséget szervezett tulajdonképpen, ez most már kiderült, hogy nagyon népszerű, egyre több városban vannak az országban, és rendkívül népszerűek, mindig látjuk, hogy a barátaink, futótársaink mennyit futottak a másik városban, sőt akár Patakkal össze is futunk többször is egy éven, akár úgy, hogy nagyon népszerű. Szerencsére azért nem kell mindig a Balatonig utazni, hogy sportrendezvényt találjanak az itt élők. Sátoralja Újhelyi Zemplén Kalandparkban rengeteg élmény várja a látogatókat. Bobpálya, tanösvények, extrém átcsúszópálya, libegő. Télen pedig természetesen a sípályák a legnépszerűbb elemei a Magashegyi Sportcentrumnak. A Csernel István sí és turisztikai klaszter az élményekben bővelkedő Kalandparkban tartotta éves közgyűlését. A klaszter tagjai még mielőtt értékelték volna az elmúlt évet, és meghatározták volna a következő szezon feladatait, megemlékeztek a Sátoralja Újhelyi Sísport egyik megalapítójáról, a magyar sísport legendás alakjáról, a 87. életévében elhunyt Homonnai Nándorról, és az intézmény vezetőjének jóvoltából megismerték a sportcentrum adta lehetőségeket. Egy évvel ezelőtt léptünk be a Csernel István turisztikai és síklaszterbe. A belépésünk célja az volt, hogy egy országos összefogással a magyarországi sí terepeket népszerűsítsük. A klaszternak a jelszava, hogy síje itthon. Közös összefogással szeretnénk azt elérni, hogy a sí szerelmesei ne a külföldi sí centrumokat, sí paradicsomokat, hanem a hazai terepeket is látogassák. A másik jelszavunk, ami tulajdonképpen itt Sátoralja Újhelyben fogalmazódott meg, hogy tanulj itthon síelni. Tehát, hogy a gyerekeket se vigyék külföldre, hanem az itteni pályákon próbálják meg tanítatni a gyerekeiket, úgy a havaspályákon, mint a műanyagpályákon. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a következő klaszterülésnek a helyszínéül szolgálhattunk, és mi lehettünk a házigazdák. Nagyon jó hangulatba telt az ülés, nagyon sok beszámoló volt, hisz a 2015 évi szakmai beszámolók hangoztak el, új tagok felvételére került sor, és hát utána pedig egyebek témakörben mindenki elmondja baját, gondját, és megbeszéljük, és segítünk egymásnak. Annál is inkább örülök annak, hogy nálunk, hogy mi voltunk a vendéglátók, mert a klasztertagok közül nagyon sokan voltak, akik még nem is jártak Sátoralja Újhelybe, így a Zemplén Kalandparkba se. Azzal kezdődött a klaszterülésünk, hogy bemutatkoztunk, mint Zemplén Kalandpark, és amikor a bemutatkozás végére értünk, szinte mindenki gratulált, hogy milyen szép helyen van, és hogy milyen sok minden, és milyen látványosság van itt. Tehát szívből gratuláltak nekünk az elért eredményekhez. A klaszter 2 éve alakult. Célja a sport és a fizikai aktivitás hazai népszerűsítése, a havas sportok kultúrájának, a biztonságos téli sportolás ismereteinek széleskörű terjesztése, a hazai sípályák népszerűsítése. 2 évvel ezelőtt alakult meg tulajdonképpen elsőként a hazai sípályáknak egy olyan csapata, akik egymást támogatni szeretnék, és ez a klaszter szépen folyamatosan bővült. 15 alapító taggal kezdtük, most már több mint 30 tagszervezetünk van. Nagy örömünkre Zemplén Kalandpark is csatlakozott ehhez a klaszterhez. Tulajdonképpen a klaszterről egy pár szót annyit, hogy miről szól ez. Ugye itt tulajdonképpen mi szeretnénk, hogyha minden olyan szereplő, aki a hazai sportért tenni szeretne, közösen együtt gondolkodnának, együtt tudnának bizonyos eseményeket megszervezni, szakmailag is, és a
társadalom részére, tehát az átlag sízőnek is minél színesebb programokat tudjunk adni. Zemplén Kalandpark ugye az egyik olyan sípálya, ahol hóágyúzott síterep is van, összesen csak 5 ilyen terep van Magyarországon, várható, hogy lesz több is. A mostani ülésünk az egyben közgyűlés is, tehát azt jelenti, hogy viszonylag nagyobb létszámmal fontosabb kérdésekben tudunk döntéseket hozni. Egyrészt az előző szezont zárjuk, másrészt pedig a következő évnek a különböző eseményei programjait próbáljuk meg összehangolni. Igyekszünk lehetőleg minden egyes tagot aktivizálni, mert vannak azért, akik belépnek, aztán így nézelődnek, de szerencsére el kell, hogy mondjam, hogy a klubtagjainak, illetve a klaszter tagjainak a nagy része azért aktívak és lelkesek, tehát azt tudom mondani, hogy látják az értelmét annak, hogy érdemes csinálni. A tavalyi évi egyik kezdeményezésünk volt, hogy egy ilyen síútlevelet osztogattunk a sízőknek, és itt látszik, hogy különböző helyeken lehetett pecséteket gyűjteni. Ez a síútlevél továbbra is folytatódik a következő szezonban. Tavaly a Volvo volt ennek a kezdeményezésnek a támogatója, jövőre pedig, ha minden igaz, egy biztosított társaság. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy közös erővel együttesen tudjunk a sízőknek minél több segíteni, és hát a sísportért kicsit lobbizni kell, mint mindenért, és a sízők nincsenek könnyű helyzetben, mert azért itt a jogszabályok is nem olyan fejlettek, mint mondjuk Ausztriában vagy a szomszédos Szlovákiában, tehát nekünk összetett a feladatunk, egyfajta lobby tevékenységet is fel kell vállalnunk. Ez a szerveződés hogyan tudja segíteni azt, hogy minél több vendég látogasson el a sípályákra, hogy minél ismertebbek legyenek a magyarországi sípályák? Igen, egy nagy célunk, hogy megismertessük az emberek minden arányával a sísportot. Ebben igyekszünk ugye különböző sajtónyilvánosságokon megjelenni, beszámolni arról, hogy milyen létesítmények vannak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a sízők, akik leginkább akik kezdik a sízést, azok gyerekek. Ezek a gyerekek lehetőleg itthon kezdjenek el tanulni. Hiszen én magam is láttam idén is olyat, hogy Ausztriában a legkomolyabb pályákra vitték a totál kezdő gyerekeket, és méreg drága pénzért a lift alsó állomásánál egy placon tanulgattak síelni, holott itthon a hazai sípályákon, és nem csak a vasípályákon, hanem a műanyag pályákon, amivel most már 24 darab van az országban. Ha lehet, ezen a műanyag pályán, vagy itt a kis havas pályákon tanuljanak meg síelni, és lehetőleg maradjanak minél nagyobb arányban a magyarországi sípályákon. Természetesen idővel óhatatlanul az emberek vágynak magasabbra és magasabbra, tehát én úgy érzem, hogy a sísportnak az alapjait azért a gyerekeknél tudjuk lefektetni, és ebben is a következő évben a szlogenünk, amely a síelj itthon, ez ki fog egészülni egy olyan szlogenné is, hogy tanulj síelni itthon. Tehát ha lehet, aki már elkezdi a síelést, az Magyarországon tegye ezt. A szervezet eddigi egyik eredménye, hogy elérte a sífelvonókat, kiemelték a vasúti törvény alól. További feladatának többek között azt tekinti, hogy a minisztériumok támogassák a téli sportot, illetve olyan törvények szülessenek, melyek megkönnyítik a síelők életét. A Sárospataki Torna Klub kézilabda szakosztálya egy utánpótlás tornával állított emléket Kulcsár Anitának, a magyar kézilabda válogatott egykori kiválóságának, aki 2005-ben hunyt el közlekedési balesetben. Anita nem csak a sportággal, hanem szerencsés születésüként is közel állt a sárospataki kézilabdások szívéhez. A Magyar Kézilabda Szövetség versenykirályságához igazodva, illetve az ott lejátszott mérkőzésekhez, bajnokságokhoz igazodva tartjuk most ma ezt a tornát, méghozzá az U7-es és U8-as fiú korosztálynak, mégpedig pont azért, mert talán ők azok a gyerekek, amelyek a legkevesebbet játszanak a bajnokságban, és úgy gondoltuk, hogy itt megpróbáljuk úgy színesíteni számukra a kézilabdát, hogy itt méltó befejezése legyen mind a bajnokévnek, mind a tanévnek.
Mit mondhatunk erről a korosztályról itt Sárospatak tekintetében, illetve hát az utánpótlásról? Én úgy érzem, hogy az utánpótlás terén egyre jobb és egyre jobb eredményeket érünk el. Hála jó Istennek, hogy Nagyházi Sanyi barátom is hazatért Németországból, és mint egy általános iskolai testnevelő, ő is most már hatékonyan kiveszi a részét az utánpótlás bázisának a szélesítésében, toborzásban és magában az edzésekben is. És az elmúlt évet nézzük, ami egy nagyon nagy sikerszériánk volt, ahol a tavalyi toppon lévő serdő csapatunkból a tavalyi évben 5 játékost igazoltak el topklubok, mint például a Pik Szeged is, illetve a Békés, Nyíregyháza, és megállják a helyüket a srácok, sőt NB1-be, NB Juniort, NB1-be felnőtt bajnokságban játszanak. Úgy gondolom, hogy mindez pont azt az erőnket mutatja, amelyre tényleg alapozhatunk a jövőben is, és kimerem jelenteni bátran, hogy egyre ügyesebb és egyre jobb gyerekek jelentkeznek kézilabdázni is, bár még mindig kevés, hiszen a városunk egy kicsit, tehát ahogy apad a létszám, ez meglátszik a gyerekekben is, és éppen ezért ez a korosztály, itt az U7-es korosztályunk szinte majdnem mind sátorajhelyi gyerekekből áll, mert terjeszkedünk arra is, ott szívesen fogadtak minket, és én úgy érzem, hogy Ardon Csaba kollégám, barátom nagyon jó munkát végez ott is. Hogy abból is látszik, hogy egy kiváló csapat volt az az egykori sikert bajnok csapat, hogy szinte minden játékos beállt az utánpótlás nevelésre, szívügyének tekinti az utánpótlás nevelést. Hát igen, tervünk az, hogy megpróbáljuk a saját utánpótlásunkból egyszer újraépíteni a régi nagy csapatot, csak hát a városunknak a megtartó ereje sajnos nem a legjobb, ebből fakadóan repülnek el ezek a srácok is más irányba, mert most kijelentem, hogy ha ezek a gyerekek itt maradtak volna, akár ebben az évben ismét NB2-t is játszottunk volna. És mondhatjuk, hogy egy kisebb osztálytalálkozónak is beillik ez a torna, hiszen az egykori idegen légiósokból is sokan itt vannak edzőként. Hát igen, abban a csapatból többen is most már ugye kiregettek az aktív játékból, többen is a utánpótlás nevelésben dolgoznak, és nyilvánvaló, hogy ez nagy öröm számunkra, hiszen azon túl, hogy a gyerekeink megküzdenek egymással, mi meg kifejezetten jó baráti viszonyt tápolunk egymással. Valóban, tehát tényleg egy NB2-es bajnok csapat találkozót rendeztünk itt, rögtönözve. Én jelenleg Kisvárdán vagyok, úgyhogy az utánpótlásban nem dolgozom. Én mint apuka vagyok itt, illetve mivel az U7-8 jött, így gyakorlatilag megkértek, mint játékost és szülőt, hogy az U8-at menedzseljen már le ezt a 3 meccset. Úgy gondolom, hogy jól szerepelnek, egész ügyesek voltak, hála Istennek. De hát nyilván ez egy nagyon nagy dolog, amit Sárospatak itt létrehoz. Gyerekekről kell, hogy szóljon, gyerekek játszanak önfeledten. Az eredmény szerintem néha túlságosan fontosnak érzik az edzők, mint ahogy én is, de nem lehet, hogy az eredményre koncentráljunk. Arra kell, hogy ők önfeledten játszanak, és örömüket leeljék ebben a sportban, ebben a kézilabdában. Apukaként mennyire kellett motiválni a fiadat arra, hogy kézilabdázzon, vagy hát a példád nyomán ez nem volt kérdés? Érdekes, ő 2 éves kor óta azért szokja az öltözőszagot, úgyhogy hamar lekerült. Soha nem volt motiválva azzal, hogy ösztönözve, hogy már pedig te kézilabdás kell legyél. Nem, hát nyilván ebben őt fel, engem látott. Nagyon sok sikerben volt ő is részese, mint néző, és ezt a sportot választotta, hogy ezt fogja valamikor életébe végigcsinálni, vagy csak most ez a kezdeti állapot, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy érezze jól magát mindenben, amit csinál. Most a kézilabdába örömét lenni. Nekem feltűnt, hogy a kisvárdai mérkőzésen hát egy kőkemény kézilabdát játszottak ezek a gyerekek. Én még nem nagyon találkoztam ebben a korosztályban, hát ha szabad ezt mondani, cséptek, fogtak, birkóztak. Most már ez a trend a kézilabdában, erre kell nevelni a mai gyerekeket? Nem, mint ahogy mondtam, hogy az eredmény ugye másodlagosnak kellene, hogy legyen. De nyilván ezek a gyerekek nyerni akarnak. Most ez a Hajdunán, és ez egy nagyon jó állománnyal rendelkező, U8-as, nagyon tehetséges gyerekek vannak, amit akár évekig lehet edzeni, akkor sem biztos, hogy valaki, ez a született tehetségek.
mivel megnéztük és mindenkit ezelőtt 20-szal vertek, gyakorlatilag egy koncepciót kellett felállítani, és ez a koncepció az volt, hogy megelőzni a paszt, és gyakorlatilag egy szoros védekezéssel talán közelebb tudunk hozzákerülni. Ez ment fej-fej mellett elég sokáig, a második fél időben azért a mieink elfáradtak, nem volt akkor a hosszú a pad, és már kikaptak, nagyon szépen helyt álltak ezzel a hagyományos ellen, akiknek gratulálok egyébként, mert tényleg a kalappal a gyerekállomány előtt. Veled mostanában ritkábban találkoztunk itt a kézilabda tornákon, hol dolgoztál, hol működtél a kézilabdában, és mi lesz a jövő? Hát igen, kicsit megosztott volt a figyelmem, hiszen itt a nagy bajnoki sikerszériánk után egykori edzőnk Simán Gyuri bácsi késztetésére elvállaltam Kisvárdán a MB2-es férfi felnőtt kézilabda csapatnak a vezetését, és most már 5. éve dolgozok ott is. Itthon pedig a klubot igazgatom háttérből. Hát nyilván ez egy kicsit nagyon-nagyon megterhelt, de most jött az a pillanat, hogy leteszem ezt a lantot, és ismét teljes erővel a pataki kézilabdára fog fókuszálni, amiben a legfontosabb lépésnek talán azt tartom, hogy az óvodával is megpróbáltam egy olyan kapcsolatot létesíteni, ahol egy mini kézlabdapályát építünk, és a jövő évtől pedig óvoda kézlabdával szeretnénk foglalkozni. Legjobb játékos egy gyönyörű serleggel is gazdagodik majd, aminek úgy tudom, hogy egy különleges története van. Igen, hiszen egyik edző kollégám a börtönben börtönőrként dolgozik, és egy fogvatartott ajánlotta fel a támok keretében a jóvátétel programban. Én úgy gondolom, hogy ő mint szimpatizáns a kézilabdával, ez reméljük, hogy az ő lelkében is egy másik vonalat képvisel, és tényleg azt mondom, hogy színesíti, illetve emeli a tornának az értékét, mert maga a kupa szerintem kifejezetten szépre és meghatóra sikerült. Jöttek, láttak, lőttek, minden eddiginél többen. Címszavakban így lehetne leírni a Herceg-Kóti Zempléni Koronglőtér 2016-os szezonnyitó versenyét, mely a tokai parkúrsparti kupáért zajlott. 43 versenyző van, aki úgymond előre bejelentkezett, és a végén kiderült, hogy sokkal többen lettünk. Összesen 48 a versenyzők száma. Részben vannak valóban újak, itt a környékről is egy jó pár új, de az ország többi részére is jöttek. Meg a másik az, hogy megcsináltuk a negyedik pályát, és nagyon sokan mondták azt, hogyha négy pálya van, akkor jönnek, és valóban el is jöttek, mivel ilyen adottság itt az erdős között, nem túlságosan sok van az országban. Ilyen hegyes, dombos. Tudunk bérbe is venni gépet, és ezek a bérgépek a legmodernebb nyugati technika, és azért ezek már elég. Ezek a gépek tulajdonképpen az Európa bajnokságon és a világbajnokságokon is jelen vannak. Milyen rangot képvisel most már itt a koronglövészetben ez a Herceg-Kóti koronglőtér? Nem tudom, hogy itt a környéken ki a konkurencia, kivel kell konkurenciálni. Tulajdonképpen a környéken hát szerencsén van egy pálya, de ők ilyen országos rendezvényeket, országos versenyeket nem rendeznek. Egyedül mi vagyunk itt a Borsod megyében, aki ezeket az országos rendezvényeket csináljuk, de amellett a megyei vadász versenyeknek is lesz egy fordulója. Nálunk tavaly 2 volt, az éven 1 lesz, mert a másik 3 pálya van több ilyen koronglövő pálya, de így meg lesz osztva. Tokaj Parkours Party nyitotta már hagyományosan az Zemplén koronglőtér 2016-os szezonját. Hát milyen érzésekkel vágsz bele a 2016-os szezonnak? Gyakorlatilag, mikor tudatosult bennem, hogy ez már a 10. alkalom, akkor így visszagondoltam, hogy mi történt a kezdetekkor, és hogy hova jutottunk el a 10. alkalomra, és azt látom,
hogy ezen a csodálatos helyen, ide Tokajba továbbra is az ország minden részéről, legtávolabbi pontjáról is eljönnek a sportlövők. Tehát a helynek van valamilyen szelleme, ami abszolút pozitív, és ide vonza a sportlövőket, a vadászokat. A mai napon is számomra meglepetés, tényleg nagyon meglepetés, mert a tegnap esti összesítésnél még töredéke volt a nagyságrenddel kevesebb indulója a mai versenynek, és ma reggelre szépen megszaporodtunk, amihez hozzátartozik persze, hogy a reggeli időjárás is a prognózissal ellentétben csodálatosra fordult, úgyhogy gyakorlatilag abszolút pozitív vagyok, és abszolút reménykedem, hogy ez még fokozódni fog és fokozható. Milyen formában vágtál neki a mai versenynek? Ez neked is nyitó verseny, vagy voltál már verseny? Az elmúlt évvadokkal ellentétben ezen az éven egy picit többször sikerült ide Hercegkútra is feljönnünk, gyakorolni, illetve versenyen is részt vettem már ez évben. Úgyhogy most viszonylag egy optimális formát mutatok, de még két pályám hátra van, úgyhogy nem iszunk a medve bőrére. Hogy láttad, ennyire furfangos pályát jelöltek ki a házigazdák? Én Gergőben mindig bízom, hogy a könnyen lőhető korongokba is pici trükköket bele csempész. Ez a mai napon is így alakul. Minden pályán van 2-3 korong, ami azért távolságából, meg tempójából adódóan egy picit könnyebbnek látszik. Aztán, mikor elkezd csavarodni, vagy hirtelen zuhanásba kezd, akkor azért feladja a feladatot. S hogy ilyen furfangos pályák lettek kialakítva, abban nagy szerepet játszott Olasz Gergely nemzetközi versenyeken szerzett tapasztalatai. Tavaly sikerült eljutnom Amerikába, meghívtak a világbajnokságra, hogy bíráskodjak, illetve a helyi amerikai szövetségnél tettem egy bírói vizsgát, ami egy viszonylag komplex vizsga volt. Írásbeli, szóbeli rész, aztán pedig bíráskodni kellett, ahol 5 ember árgus szemekkel figyelte, hogy esetlegesen mit rontok el, de hál' Istennek az egyetlen ember voltam, aki semmiféle fajta hibát nem vétett. Milyen műfaja van Amerikában ennek a koronglövészetnek? Nem is tudom ott, hogy hívjam. Tulajdonképpen ott is koronglövészetnek hívhatjuk, ott sokkal több pénz van benne, ott sikerült az amerikaiaknak eladni a tévének, minden héten, hétről hétre vannak kisebb versenyek, amit tévé közvetít, illetve vannak nagyobb versenyek, azt hiszem havonta egyszer, amit rendesen nagy országos tévék is közvetítenek, és ahol úgymond a Premier League, tehát a lövők krémje vesz részt, és nagyon látványosan sikerült megoldaniuk. Éjszakai lövészettel, világítós narancssárga korongokkal, nagyon-nagyon látványos. Milyen tapasztalatot szereztél ezeknek a, mondhatjuk, profi lövészeknek a tudásáról? Mit figyeltél meg? Tulajdonképpen azt tapasztaltam, meg azt vettem észre, hogy minden lövő a világon egyforma. Vannak nyugodtabb, higgadtabb lövők, vannak vehemensebbek, és ez ugyanúgy megvan Amerikában is, mint itt Európában. Nincs tulajdonképpen nagy különbség. A különbség talán az, hogy itthon nálunk sokkal, itt úgymond Európában sokkal kevesebb az a lövő, aki ebből meg is tud élni. Most jöjjünk ide a Hercegkúti lőtérre. Talán nem is volt ilyen nagy létszámú verseny, mióta létezik a lőtér. Hogy látod a mostani verseny színvonalát? Bizonyára új lövők is érkeztek. Nagyon sokan vagyunk, 44, ami rekordszámú jelen pillanatban ezen a lőtéren. Hál' Istennek az ország minden tájáról, tehát Dunántúrról, kezdve Pestről, nagyon-nagyon sok helyről jöttek lövők, és egyelőre úgy tűnik, ahogy beszélgettem velük, hogy mindenki élvezi, és mindenkinek tetszik a verseny. Hogy néz ki a szezon? Milyen versenyek lesznek meg? Hát még lesz két ilyen nagy országos verseny. Az egyik az júliusban lesz, az egy emlékverseny, egy volt kollégánk, aki meghalt annak az emlékére, 2 éve hunyt el. Annak is nagyon sokan ismerték, úgyhogy ott nem csak ilyen országos versenynaptárban benne van, de jönnek az ő baráti köréből is nagyon sokan, és lesz még a Hollóházi Porcelánkupa szeptemberben, ami már évek óta, hát most már több mint 10 éve hagyomány.